Általában, amikor evolúcióról van szó, akkor ugye biológiai evolúcióról szoktunk beszélni, azaz olyan folyamatokról, amelyek alapvetően valamilyen biológiai entitás, azt mondom, nem mondom, hogy élő, vagy vírusokról is azért már volt szó, lásd például ugye a Spigelman kísérlet, de az egyik oka, amiért úgy fogalmaztuk meg az evolúció öröklődő tulajdonságok gyakoriságának változása, hogy olyan rendszerekre is igaz lenne, amelyek rendelkeznek ugye az evolúciós egység ismérveivel, de nem kötelezően jellegűen élőlények. Tehát már nem is van biológiai entitások, mint a vírusok. És az evolúciós gondolkodásnak az egyik alkalmazási lehetőség az úgynevezett genetikus algoritmusok, vagy evolúciós algoritmusok, amit ugye az optimalizálásban alkalmaznak, ez egy matematikai, számtástechnikai módszer arra, hogy hogyan lehetne optimalizálni valamit. Azt, hogy hogyan optimalizálunk, az egy külön tudomány, és ezt nem állítom, hogy evolúcióbiológusként ezen a szakterületem, de nagyon jól meg lehet mutatni azt, hogy az evolúciónak milyen ereje van abban, hogy egy ilyen megtalálni egy közel optimális megoldást. Vegyük az utazó ügynök problémát. Az utazó ügynök probléma az egy olyan probléma, ami tudjuk azt, hogy ha minél nagyobb a probléma, annál nehezebb megmondani, hogy mi a megfelelő megoldás. Az utazó ügynök probléma az, hogy van egy ügynököm, amikor azt mondom, hogy jó, neked be kell járnod bizonyos helyszíneket, ahol meg kell próbálnod eladnod valamit, tehát ez, ugye ezért ügynök az illető. És ugye azt mondom neki, hogy lehetőleg minél hatékonyabban, neki a legjobb az, hogy minél olcsóbban, hatékonyabban oldja meg. Mondjuk tegyük föl itt a hatékonyság az, hogy minél kevesebb kilométert kelljen mondjuk utaznia. Ami azt jelenti, hogy ha van n darab városom, megmondom, hogy honnan induljunk ki, akkor ugye egy pontot már összetettem, akkor n-1 faktoriális különböző lehetőség van arra, hogyan járjuk be, ha még azt is figyelembe vesszük, hogy mindegy, hogy mondjam, ha így megyek valamerre, vagy így megyek valamire, az ugyanaz, tehát hogy végül is a pontokat egy körre fogom fölfűzni, akkor még kettővel is el is oszthatom, mert hogy ilyen szempontból. Na most ugye hát a faktoriális az nagy szám, főleg, hogyha elkezdem növelni azt, hogy hány darab helyet kell bejárni, és nagyon gyorsan olyan kezelhetetlenné válik a probléma, de szokták azt mondani, hogy nem polinomiális időben, hanem hogy hát egyben exponenciálisan, vagy exponenciálisan erősebben nő a számítási szükséglet azzal, ahogy egyre több mondjuk ponton van, ilyen szempont mondjuk a városom. Tehát azt mondom, hogy Magyarország nagyobb városai, mondjuk Budapest, Győr, Pécs, Szeged, Miskolc és Debrecen hogyan tudnám bejárni, akkor ez egy nem vészesen sokfajta különböző útvonalom lehet. Hát igazából ugye az van, hogy itt 60 különböző utam van, hát ez úgy jön ki, hogy ugye volt a Budapest, Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc, akkor 6, 5 a faktoriálison per 2, hát 5 a faktoriális, az ugye az 5-ször, 4-ször, 3-ször, 2, az 20, az 20-ször, 3, az ugye 60, szor 2, az 120, és akkor lekosszom 2, az 60 lesz. Hát 60 különböző utat kell megvizsgálnom, mindegyiknél összeadva az, hogy hány kilométert utazunk, és amelyik a legrövidebb, az lesz a legjobb megoldás. Ez bevallom, hogyha azt mondanám, hogy ideadják a térképet, ez nem egy megoldatlan feladat. Számítógép meg, hogyha pontosan megmondom, hogy melyik két város között mekkora a különbség, nagyon gyorsan meg fogja oldani. És amúgy különben a megoldás, ez nem túl meglepő, hogyha ránézünk ugye a térképre, ezek szépen ugye úgy vannak elosztva, hogy ha Budapestről indulok, akkor mondjuk mondhatom azt, hogy jó, megyek először Miskolcra, aztán Debrecen, Szeged, Pécs, Győr és vissza Budapest, vagy persze ezt meg lehetne fordítva is. Tehát ez nem egy nem tűnik egy bonyolult feladatnak. De azt mondanám, hogy jó, Budapest meg az összes megyeszékhelynek a bejárása, akkor hogy van, amik nincsenek szépen így az országnak a szélére fölvéve, és most maradjunk csak a kilométereknél, akkor mi lenne az optimális? De ugye itt ugye a faktoriálisunk kezd egy kicsit magas lenni,
ott már a bejárandultak azon 10-15-en környékén, ami igen nagy szám. Ebben az esetben jó, nem biztos, hogy végtom számon, és tegyük, hogy nem tűk végszámon, ezért persze a számítógépeknek a számítási kapacitás javulásával bizonyos feladatok persze lehet, hogy elérhetővé válnak. De akkor mindig hozzá, jó, akkor még vegyünk hozzá még két város, és akkor lehet, hogy oké, már hirtelen nem megoldható. De egy nagyon egyszerű evolúciós algoritmussal igazából közel optimális, nem tudom bizonyítani az optimális, de közel optimális megoldást tudunk mutatni. Az algoritmus legyen a következő, nem állítani ez a legjobb algoritmus, de végülis bármit ki lehet találni. Vegyek valamennyit, és akkor legyen egyszerűen 100 különböző egyedem. Egy egyed, ugye itt ez egy fikció, annak a genotípusa, tehát az ő gény az egyszerűen az, hogy milyen sorrendben járja be a városokat. Tehát egy város lista igazából. Kiszámolom mindegynek, hogy az hány kilométer. Ez mindig alacsonyabb, annál magasabb rátermettsége van, az ad neki egy magas pont, tehát akkor magasabb a pontja igazából. Hát most akkor hiszem, hogy minél alacsonyabb ez a pont, annál jobb. Már hittem, hogy minél alacsonyabb a kilométer, annál magasabb pontot ér el. És ezek után, jó, legyen egy szaporodási, az elején véletlenszerűen választok útvonalakat, és kiválasztom ebből a 100-ből, azt mondom, hogy az 50 legjobbat megtartom, és az 50 legjobb az legyen a következő generációban is, és mindegyiknek legyen egy mutált utódja. Mutáltat azt értem, hogy fogom és kicsérek benne két várost. Pontosan nem így csináltam, egy polcon függvénnyel meghatároztam, hogy hány mutáció legyen benne, és kicsit több mutáció is lehetett. Nem. Általában egy vagy kettő változás volt benne. És akkor így van megint 100 egyedem, amik a mutáció mellett lehet jobbak, meg rosszabbak is, meg az eredeti jók is. Megint megnézem, melyik a 50 legjobb, és ezt fogom tekerni. Nagyon gyorsan meredeken zuhanni fog a bejárt kilométeret, az átlag kilométer, ami van, meg a legjobb az, amit megtaláltam, és idővel egy lokális minimumra fogok betévedni. Ez lokális minimum azt jelenti, hogy nem tudom, hogy az-e a legkisebb, de az adott 100-ból, meg amit ugye eddig a keresést talán találtam, az a legkisebb. És akkor ezek után ezt többször lefuttatom, ezek mindig igazából másodpercekről beszélünk, lesz egy olyan bejárás, ami úgy tűnik, hogy nagyon sokszor kijön, mint legalacsonyabb. Tehát nem tudom bizonyítani, hogy az a legalacsonyabb, de mindesetre felolvasom, hogy mi jött ki annak idején, amikor ezt megcsináltam, hogy Budapestről indulunk, és az jött ki, hogy Budapest, Tatabánya, Székesfehérvár, Veszprém, Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Kaposvár, Pécs, Szekszárd, Szeged, Kecskemét, Szolnok, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Salgótarján, és vissza Budapestre. Ez lenne a bejárás egy evolúciós algoritmussal. Tehát evolúció nem csak biológiai rendszerekben, hanem például ilyen számítógépes rendszerekben is lehetséges, és egyben egy nagyon erős optimalizációs algoritmusként működik.